Sziasztok, ez itt a Hot Topic, én Bíró Dávid vagyok. Én pedig Szabó Krisz. És elékeztünk a 2020-as év utolsó Hot december 30-án, Dávid névnapon, úgyhogy ennél jobb mi is lehetne. Oda néz! Oda boldog, néz, boldog, igen. Boldog névnapod. Kicsit megfuttattam magamat, de... <laughs> lényeg, ami lényeg, hogy ma nagyon-nagyon jó témáink vannak, és hát azon túl, hogy meg, előre is köszönöm most már a névnapi köszöntéseket, amit Thomas Tuchel kapott a Paris saint germain az mégiscsak egy nagyobb ajándék volt, pedig az az karácsonyra szólt, nem? Tehát igazából milyen szép dolog, hogy így bekopogtatnak, hogy hey, Tomás figyelj már, hétfőtől nem kell jönni, jó? És akkor itt már maradhat, maradhat majd valaki. Hát nagyon kellemetlen ez az egész sztori, meg ez az egész bejelentés számomra borzasztó váratlan volt. Hát az, hogy váratlan, az még ugye kifejtem, hogy nekem miért nem volt annyira, vagy inkább meglepetésszerű volt, de nem feltétlenül váratlan, de hogy a ez az egész bejelentés, hogy felvezette, az azt jutatja eszembe, amikor a Family guy tudod, ez a hogy jelentsük be, hogy étes vagy, és you've és közben a háttérből ott tízi zongoráznak, de hogy <laughs> igen, szóval nem, nem volt a legszerencsésebb pillanat, ugyanakkor mégis volt mögöttem valami, um, az, hogy nagyon billegett uh, Tuhel alatt a szék, az szerintem már érezhető volt már egy ideje. Uh, kialakult egy ilyen passzív-agresszív viszony Leonardoval, a psd a szakmai igazgatójával, és hát lehetett tudni azt, hogy mosolyszünet van, nem nagyon kommunikálnak egymással, nem elégedettek egymással, tehát Tuhel azért úgy szerette éreztetni azt, hogy azok az igazolások nem feltétlenül azok, amiket ő nem olyan pónit akart, és uh, az, hogy most éppen most tehet be a pohárra, szerintem két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy most volt uh, Tuhelnek egy nyilatkozat uh, nyilatkozata valami német te televíziónak, talán a Sport egynek, ahol valami úgy, valahogy úgy fogalmazott, hogy ő már nem is tudja azt, hogy ő egy sportminiszter, vagy sportpolitikus, de hogy mindegy, mert hogy ő, ő igazából foci edző szeretne maradni. És ez a nyilván indirekt módon, kicsit szintén passzív-agresszív módon azt érzékeltette, hogy ez a PSG ez sokkal inkább a politikáról szól, és nem feltétlenül lehet ilyen nagyon nyugodtan dolgozni. Uh, és az, hogy júni, vagy az, hogy december 24-én történt ez a, ez a felmondás, ez pedig nyilván annak köszönhető, vagy legalábbis azt mondják, hogy 23-án tartottak egy utolsó fordulót a, a, francia bajnokságban, majd következett egy kis szünet, és január 6-án veszik újra, vagy kezdődik újra, tehát ez a kéthetes ilyen időablak volt pont jó, vagy optimális, arra, hogy azt mondta, hogy akkor oké, a régi edzőtől megvárok, behozom az újat, kap egy kis időt, és nem, az van, nem abban a sorozatban hozom be, amikor ilyen három naponta játszák a meccseket. Szóval az, hogy billegett az erős, tehát hogy az nem kifejezés, az, hogy éppen most az igen, az váratlan volt, de ugyanakkor meg érezhető az, hogy Leonardo ezt már azért úgy eltervezte így a háttérben. Azért az látszik, hogy ez a PSG nem működött ebben a szezonban. Én viszonylag kevés Ligon mérkőzést láttam, de azért a BL minden, majdnem minden PSG meccset láttam, és hát azért, azért néha, néha nagyon kellemetlen volt a szituáció, akár a Lipcselni meccsekre, hogy gondolunk például, de még a Manchester is kellemetlen tudott lenni, lenni ennek a PSG-nek. És ugye nekem, nekem, megvan a Monaco elleni meccs, azt láttam teljes egészébe, hát ott valami borzasztó volt nézi ezt a PSG-t, és hogyha belegondolunk abba, hogy ez a csapat most csak harmadik a táblázaton, úgyhogy egy pont el igazából az első helyezettől, akkor is valahogy így furcsa ez a, ez, a, ez a, pozíció, meg ez a, ez a magabiztosságnak a hiánya. Ugye legutóbb, amikor ilyesmi volt, akkor a Monaco bajnok is tudott lenni a, a bajnokságban. Hát uh, igen, szerintem van egy ilyen furcsa fejlődési az ilyen psg csapatoknak, hogyha akár onnantól göngyölítjük fel, hogy Laurent Blanc, amikor oh. még ott töltötte az idejét, akkor hát megállj. Mond, mondanám azt, hogy lesz még Laurent Blanc Barcelona edző, de most így, hogy Katarba ment, így már még valószínűbb, hogy lesz de, hogy, de hogy ő abszolút ez a Barca iskola volt. 4-3-3-as játékrendszer, orba szájba, és maga a játék pedig nagyon kiszámíthatóvá, nagyon unalmas, tarkított, vagy ilyen nagyon unalmas és a végtelenségig járatott labdajáratásokkal volt teli az a csapat. Nagyon függött ugye ibrahimovics és amikor gyakorlatilag mindig az volt, hogy vagy az nyolcad döntőkben, vagy negyed döntőkben megbotlottak a BL-ben, akkor mindig az volt, hogy oké, okay, akkor hozzunk valakit, aki akinek van egy ilyen európai háttere. És így jött a képbe, ugye Goody Binning, Unai Emery, aki hát azért akkor mégiscsak egy három Európa Liga győztes edzőről, vagy vezető edzőről beszélhetünk róla. És aki amikor megérkezett, akkor talán annyit tudott változtatgatni ezen a csapaton, hogy már azért egy direktebb játékot játszatott, kevésbé volt Barcelonás az a csapat, 4-2-3-1-es felállás dominált, de hogy ugyanakkor meg mégis egy idő után ez így teljesen szétcsapzott, nem működött úgy igazán. És hát nyilván ő volt az, aki belevezette ezt az egészet ebbe a híres neves remontadába. De várj, de egyébként az a durva, hogy most így úgy beszélsz Emeryről, mintha ez ilyen szintlépés lett volna. Pedig én pont, azt, én pont úgy érzékeltem a PSG szempontjából, hogy hogy Blan így felvitte valameddig a csapatot, nyilván nem, a, nem, nem, Európa tetére, de hogy azért valamit emelt ezen a szinten, és akkor jött Emery, aki bízták, hogy na majd megteszi azt a lépést, és pont az az, az igazság, hogy a psg nél szerintem ott tört meg a, a lépcsőzetes építkezés, Hanem, és ott egy ilyen nagy bezuhanás történt, aminek a végén ugye Tuhelt nevezték ki, hogy jó, hát akkor ez, rossz irány volt, akkor jöjjön egy másik koncepció. Hát szerintem az erős túlzás, hogy szintlépés, vagy egyetlen, hogy így Blan építette azt a csapatot, mert mert szerintem csak Blan alatt valamilyennek tudtad mondani azt a csapatot. Barcelonásnak, mert hogy gyakorlatilag abba a szocializálódott, ő a 2010-es évek elején, 2000-es évek végén volt talán a leginkább fogékony ezekre a tendenciákra, nyilván akkor a Barcelona uralkodott. És így E emiatt gyakorlatilag ezt próbáltam még átültetni így a francia közegbe. De pont ez volt a, a baj, hogy túlságosan is ö, egy oldalúvá vált ez a dolog, és hát egy, Lorambla egyetlen egyszer változtatott a felálláson, az egy bajnokok ligája negyed döntő volt, a City ellen, Pellegrini City ellen, akkor bedobott egy 3-5-2-t. És tudod, hogy mindenki nézett, aki addig nézte a PSG-t, jó magam is, hogy ez most mi? és gyakorlatilag ezzel jobb még összezavarta a csapatot, mint, mint addig bármikor érted. Semmi nem ült, nem működött, látod, hogy tök összeszokatlan ez az egész játékrendszer, nem, egyszerűen nem működött. És Emery-t meg pont azért hozták, hogy azt mondják, hogy oké, okay, lépjünk szintet az akkori Emery percepciója alapján, ahol azt mondod tényleg, hogy Európában a, a, fontos meccseket hozni fogja, pragmatikusabb lesz, nem feltétlenül idealista, mint Laurent Blanc. Tehát, hogy ne, nagyjából ez volt az elképzelés mögötte. Tehát a Emery meg Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy neki kellett ugye megörökölni ezt az egész Neymar ügyet, vagy Neymárt, neki kellett megválnia ugye Ibrahimovics-tól. tehát hogy benne volt a lehetőség, hogy átvezesse a PSG-t valami más helyzetbe, Uh, csak azt jött a remontada, és onnantól kezdve igazából soha nem nyerte vissza az edzői hitelét. Még egy évet lefúzott, de hát már lehetett tudni azt, hogy gyakorlatilag bohócot csinált magából. A játékosok a háta mögött gyakorlatilag csúfolták, meg mit tenni, utánozták Verratiról, gyakorlatilag ez egy ilyen nyílt titok, hogy, hogy szereti parodizálni Emerit. Tehát, hogy ilyen, ilyen típusú viselkedésekről lehetett hallani az öltözőből. Miközben se előtte, se utána nem nagyon volt ilyen ember. Uh, és amikor Emery elment, akkor pont az volt a mondás, hogy hozzunk egy olyan edzőt, aki taktikailag azért úgy össze tudja rántani azt a csapatot, aki, aki kellően avangardista ahhoz, hogy értse azt, hogy miről szól a mai modern futball, aki, aki, valamilyen identitást tud nyújtani ennek a csapatnak. És hát az akkori Tuhel percepciója alapján azért mégis csak arról szólt, hogy az ő Dortmundja az, az egy ilyen nagyon multifunkciós, nagyon pozíciós játékra törekvő, mégis a gegenpressinget beépítő csapat volt, és akkor ő így érkezett meg. De, de ugye nyilván, tehát hogy ilyenkor ugye az volt a kérdés, hogy akkor mennyire fogja tudni ezeket beépíteni. És amikor megérkezett, akkor érdekes volt látni az, hogy, hogy nem próbált meg forradalmasítani. Tehát ami akkor tök okos döntésnek tűnt, hogy ő megérkezett, és azt mondta, hogy minden marad a régiben. Ugyanúgy játszotta a csapatot, mint Emery, ugyanazokkal a nevekkel, Miközben azért a keretem már látszott az, hogy azért ez, ez sántítani fog egy, egy, idő után, középályás gyakorlatilag nem volt. Um, az Antero Enrikével, az akkori szakmai igazgatóval látszott, hogy nagyon kutyamacska a viszony, uh, és hát akkor már elkezdődött egy ilyen belháború. De hát Tuchelt gyakorlatilag Dubai, vagy na, Katar nevezte ki, és onnan az ottani értők mondták azt, hogy tessék itt egy jó szakember, ő, ha annak idején a Dortmundban Usman Dembélét képes volt 8 helyen egyszerre játszatni, vagy 8 különböző poszton, akkor már a mbappé Di Mariaval valahogy csak megtalálja azt a jó túlmixot, ahogy, ahogy, lehet ezt játszatni. És hát sajnos az, a kezdeti tapogatózás, meg a kezdeti hónapoknak a felfutása ellenére ez itt teljesen megborult, ami szerintem főleg a Covid-nak is köszönhető, másrészt meg annak, hogy időközben elment Antero Henrique, behozták leonardo és egyáltalán nem, nem, volt meg az összhang, nem teljesültek a kívánságok, és Tuhel ezt meg szerette hangoztatni is. Szóval Tuhel, hát hogy is mondjam, nem egy egyszerű karakter, tehát nem egy egyszerű személyiségvel, azért elég könnyű összeveszni, én azt gondolom. És Leonardo se az a nyugodt, higgadt, tehát ő is azért meg mondani a, a, Frankót, és itt, hogyha a nézet különbség ütköztetése, mondjuk egy kicsit rosszabb eredménnyel párosul, mint ahogy most néz ki, vagy picit rosszabb játékkal, az rögtön ezt, ezt veti végre. Ugyanakkor meg, hogyha azt nézzük, hogy a PSG hogyan jöhet ki ebből az egészből, lehet, hogy nagyon-nagyon jó, ugyanis ugye most már arról szólnak a hírek, vagy a Twitter posztok, sőt lehet, hogy mire ezt nézitek, az addigra már hivatalos is, hogy pochettino szeretné a PSG a -re kispadra leültetni, ami egy érdekes vállalkozás szerintem mindenféleképpen. A keret szempontjából is érdekes, Pochettino szempontjából is érdekes, ő végre megkapja a lehetőséget, itt van a nagy csapat, itt van őket lehet BL címig vinni. Ugyanakkor meg, hogyha ránézek a keretre, akkor nem érzem azt, hogy basszos, ez egy pitangerős ez keret, ezzel BL címet lehetne nyerni. Hát igen, ez egy jogos, jogos felvetés, mert Tukának a második éve az már tényleg arról szólt, hogy ugye az első év az gyakorlatilag onnantól szétesett, hogy volt ez a Manchester United elleni forduló, vagy ez a, ez a kiki meccs a, B a bajnokok ligájában. Ez nem volt kiki szint... meccs, ez a PSG-nek kellett volna simántól előtnie. Hát igen, igazad van, jó, ez, ez így igaz, de de onnantól kezdve a csapat annyira széthullott, az öltöző annyira szétesett, hogy, hogy utána a következő azt hiszem, négy meccset elvesztették a bajnokságban. Úgyhogy egyébként volt 25 pont előnyük, tehát hogy még így is tudták hozni, de, de egész egyszerűen azok a fajta ilyen forradalmasítások, amiket megpróbált eszközölni Tuchel, hogy már kinyozt felhozta a középpályára, hogy Daniel vesz játszott ilyen belső középpályást, stb. 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 Az, hogy végre áttértek a háromvédős játékrendszerre, amit sem Emery, sem Laurent Blanc nem tudott megcsinálni, ez már, már ilyen sikerként volt azonosítható. Azt tudtad mondani, hogy Tuchel előre léptette valamelyest ezt a csapatot, csak aztán pont ez a, ez a United elleni meccs, ez minden keresztül húzott. És aztán ugye a, következő évre meg ugye megkapta valamennyire Leonardo-tól azt, amire a szüksége volt, nem feltétlenül azt, amit szeretett volna. És akkor megjelentek olyan középályások, mint Nander rá, meg Idris akik valamennyire biztosították azt, amit kellett, de egész elől Tuhel nem tudta azt a fajta játékot játszatni, amire szüksége lesz volna. Nem tudsz gégen pressingelni úgy, hogy ott van elő Mbappé és Neymar, akik közül egyik se fog védekezni, Neymar soha nem fog visszazárni a szélre, csak akkor, amikor nagyon szükséges, de mit tudom én, egy Dijon, egy Nîmes ellen érted, soha nem fogja ezeket meglépni. Mbappé meg már akkor gyakorlatilag az első évben teljesen berobbant, nem, nem azért, mert a az semmiből, hanem azért, mert Emery alatt aztán vágott 13 gólt, aztán Tuhel alatt meg 33-at. Tehát egész ezen neki a státusza megváltozott, és ő kikövetelte magának, hogy középen játszassák, középről viszont ő nem akart visszatámadni, egyre többször kérte lábhoz a labdát, tehát hogy valahogy a két játékosnak a játéka is úgy alakult, ahogyan ők szerették volna, nem feltétlenül úgy, hogy az kompatibilis legyen azzal, amit, amit Tuhel is szeretett volna játszatni velük. Szóval, és szerintem pont itt van ez a csavar, vagy itt van ez a hiba, hogy Tuhel szerintem túl sok kompromisszumot kötött egy idő után. Ami intelligensnek tűnt az elején, hogy azt mondott, hogy igen, figyelek a játékosokra, nem akarok most mindent rájuk zúdítani, nem kezdek el jó, jó, jóga jó, gyakorlatokat beépíteni, meg kreativitás fejlesztő eszközök, meg mit tudom én csukat szemmel játszani, meg vittem mindenféle ilyen készségfejlesztő gyakorlatokat, hanem megpróbált először a fejekre hatni, és utána taktikai munkát beépíteni. És ha belegondolsz, pochettino mit vársz? Nem valami hasonlót? Tehát nekem pont ez a bajom, hogy, hogy pochettino egy olyan helyre érkezik, ahol ahol még mindig azt tudod mondani, hogy ez a klub egy szedetvetett, egy szedetvetett intézmény. Ez a klub, a PSG nem működik másképp, mint egy átlagos magyar állami vállalat. Érted? Ahol valaki valakinek a valakie, ahol mindig vannak ilyen hatalmi gótpontok, ahol van egy ilyen vállalati vízfejűség, ahol egyszerűen nem tudod, hogy ki mivel foglalkozik, ahol annak idején kim voltunk a Tuhának az első évében Kovács Dével egy, egy PSG meccsen. Megkérdeztük azt, hogy kivel tudunk megkérdeztünk három embert, hogy kivel tudunk interjúzni Lőv Zsolt, vagy hogyan tudjuk elérni Lőv Zsoltot, mert interjút készítenénk vele, a három ember három különböző emberhez küldött tovább. Érted? És mindegyik azt mondta, hogy á, nem, nem kellett volna ez egy másikhoz, ez hülyeség, hát nem is értem. Érted, érted? Hogy ennyire nem tudták azt, hogy ki, 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 mivel foglalkozik, vagy ki minek a felelőse. A klub körül ólálkodnak a, a jó takarók, a tanácsadók, ügynökök, tehát érted, seftelgetnek a háttérben, teszik a maga, maguk is ügyleteit, és Pochettinot ebbe teszed bele. Úgy, hogy ott van Neymar, úgy, hogy még ott van Mbappé, ahol teljesen egyértelmű az, hogy gyakorlatilag ha elkezdesz egy kezdőcsapatot felállítani, az ő nevükkel kezdődik a lista, és akkor köré kell építeni ezt az egészet. És Pochettino, aki szintén egy hasonló modern felfogású Tuchelhez hasonló szellemiséget, meg játékfelfogást képvisel, mint Tuchel mondjuk három évvel ezelőtt, hol fogja meghúzni Pochettino azt a hatát, amikor azt mondja, hogy figyelj, Neymar, nem baj az, hogyha nem zársz vissza, de és ugyanez Mbappé-ra. Szerintem onnantól kezdve, hogyha már két játékosod nem kompatibilis a, a játékrendszered, de már bukik az egész. És túl főleg el, itt, főleg itt, főleg itt, itt főleg. csúszott el. Hát főleg, hogyha belegondolunk a ha mondjuk azt a játékot szeretné játszani, mint amivel, mint amivel a Spurs futott neki minden mérkőzésnek, ugye alapvető volt a nagyon-nagyon magas erőlét szint, nem tudom, hogy ez jó lesne -e a srácoknak, most ugye a PSG-nél, az óriási magas pressing, és a csapatnak az együttmozgása. És ez nagyon-nagyon fontos volt, ugye ebben a játékban, hogyha csak egy játékos nem mozog együtt a, együtt a csapattal, teljesen hatástalanná válik ez a pressing, amit, amit, amit művel Pocsettino. Hát innentől kezdve, vagy neki, neki, most vagy meg kell értetni a Neymarral, Bappéval, Di Mariaval és mindenki másra, hogy ez, ez miért fontos, és vagy beállnak mögé, vagy nem, és akkor abból nagyon nagy bukta lehet, ugyanakkor meg én én, hogyha ha mondjuk Pocsettino helyébe lennék, akkor azt mondanám, hogy rendben van, érjük el a BL címet, de ahhoz, ahhoz, én kérek három évet, vagy négy évet, vagy öt évet, vagy ki tudja mennyit, és ehhez, ehhez nekem ilyen és ilyen, változtatások kellnek a klubnál, mert hogy ezekkel, meg ezekkel a játékosokkal nem tudom, nem biztos, hogy megoldható ez. Mekkora anyagi, anyagi keret van erre, biztos, hogy van bőven. Hát de nagyjából ugyanezt történt Tuhellel is. Tehát érted, megjelent, és azt mondta, hogy figyelj, akkor kéne egy kazemíró, mert nincsen védekező középályásom. És azt mondták, hogy figyelj, nem kapsz, nem kapsz de cserébe itt van Juan Bernát, csupomoting, meg buffon. <laughs> érted? És érted, Tehát, ez, ez, így ment, ez, nagyjából így ez a beszélgetés. És akkor, oké, jó, egy idő után már megkapta Gejt, meg, meg, most, a mostani keret gyakorlatilag, érted, Mojzeken, Florenzi, Rafinha, mindegyik kölcsönből, úgy, hogy közben elengedték Mönnyét, Kávánit, Matuidit. Tehát, hogy még csak azt sem tudom hogy ez erősödött volna ez a keret, hanem csak megpróbálták szinten tartani valahogy. És ugye nyilván a Covid miatt most irgalmatlan negatív, vagy a irgalmatlan bevétel kiesés van most Párizsban, nyilván való volt az, hogy kölcsönökből kell ezeket valahogy összebuherálni, de semmi óra nem számítok Pochettino meg Leonardo kapcsán, mert Leonardo ugyanúgy a saját olaszországi portékáját fogja behozni szerintem, Másrészt Pochettino meg, tehát Pochettino meg nehezen fog tudni alkalmazkodni ehhez a kerethez. Miközben most az hírlik, hogy Pochettinót egyébként nem Leonardo választotta ki, hanem szintén Katarból intettek oda, hogy akkor figyelj, hozzuk őt. Mert hogy Pochettinónak egyébként a párizsi kapcsolatai azok megmaradtak, és a, az egyik legnagyobb ilyen katari klinika, vagy ilyen sportklinikának a vezetője az egyébként a személyes jó barátja, és akkor gyakorlatilag ilyen személyes hálón keresztül volt ott a, a Hold udvarban ilyen bejárása, és tehát nem tudom, nem tudom azt hogy lehetett azt mondani, hogy Tuhel nem Leonardo választása volt. Most nem vagyok benne biztos, hogy jobban akarta volna Leonardo Pochettinot, lehet, hogy ő inkább egy Allegri felé fordult volna. Tehát ezért lesz érdekes nézni az hogy hogy alakul a kettő kapcsolata, mert hogyha ugyanezt a mosolyszünetet, meg ugyanezt az ilyen jó napot köszönöm csókolom, szóval azt, azt többet nem beszélünk a következő napig. Tehát, hogy ha ezt a minimalista felfogást nyomják úgy, hogy ugazágból mindig nem lesz fölöttük senki, nem lesz ott egy elnök, nem lesz ott egy, egy Bayernhez hasonló kaliberű vezetőség, ahol azt tudod mondani, hogy ha, ha összezördülés van, akkor azt mondja, hogy kussoltok, mi vagyunk a főnökök, ezt csináljátok. Ez nincs Párizsban, érted? Az ottani igazgató, vagy az ügyvezető, az, egy, az gyakorlatilag egy ilyen nagykövet. Semmi több. És addig meg szerintem csak ez a belháborúskodás lesz. Úgyhogy mondom, én nem. A, a jelenlegi helyzetet látva nem. Én nyilván nagyon szeretem Pocsettinót, látom a, a párizsi történetem miatt, meg a múltja miatt érdekesnek tűnik az ő választása. Az egyik legérdekesebb profilú edző most jelenleg a piacon, de látva az, hogy hova csöppen, ez eléggé méhkasnak tűnik nekem igazából egy valami szól így, erősen egyiket Pocsettino mellett ebben a témakörben, hogy ő ezt már átélte egyszer Daniel Lévy nek a keze alatt. Hogy nem kapott játékosokat, vagy nem olyan játékosokat kapott, mint amit ő szeretett volna, és mégis tudott, hát, hogy is mondjam, kevésbé ismert játékosokból szupersztárokat nevelni, úgyhogy lehet, hogy ez az az útja a PSG sikerének hát csak azok olyan típusú játékosok is voltak, és nem egy Neymar, meg egy Mbappé. Tehát nem, nem kész, befutott, nemzetközi elismert játékosok voltak, hanem viszonylag még alacsonyabb polcról felhozott és felfejlesztett játékosok, akik, akik alapból is jó képességekkel rendelkeztek, és a rendszer még többet hozott ki belőlük, és Pochettino erre tudta meggyőzni őket. Nem vagyok benne biztos, hogy a kész termékeket már így meg fogja tudni győzni. Mai másik témánk. Diego Costa és az Atletico Madrid kapcsolata, vagyis hát annak a megszűnése igazából. Tehát szinte friss hír, illetve kedden jött ki a hír, hogy, hogy azonni hatája a Diego Costa távozik az Atletico Madridtól, és egyébként várja a kínai és arab kluboknak a jelentkezését. <tosz> Arzene! Ide <tosz> a lóvét, ide lehet tolni. Hát az, számomra azért érdekes az, az egész, mert ugye most ért vissza a sérüléséből nemrég és volt az Atletico Madrid elcse mérkőzés, ahol Suarez kezdett, rugott két gólt, majd beállt Dio hozta, összehozott a 11-est, amit értékesített is, és a meccs utáni interjúban pont Diego hozta ment oda az újságírókhoz, és kérdezték őt a, a jövőjével kapcsolatban. És elmondta, hogy, hogy ő nagyon örül annak, hogy a csapat ilyen jól szerepel, ő, ő nagyon örül annak, hogy, Die, hogy, hogy Suarez két gólt rúgott, ő is rúgott egyet, nagyon boldog a pozíciójával, minden szuper, minden csodálatos. Majd aztán jöttek az ilyen Twitter hírek, hogy hát lehet, hogy távozik, nem hosszabbít szerződés. És akkor ugye ez, ez, így felgyorsult, hogy nem, hogy nem hosszabbít szerződés, hanem még a télen távozni fog. Egyébként már, már, már vannak ilyen tippek is a, a, az utódlására, ugye Milik személyében a Napoliból. Hasonló karakterre is tudom képzelni, de te mit gondolsz erről az egész Costa sztoriról? Hát ö... <laughs> most megfogom ezt onnan, hogy most olvastam egy hírt, hogy állítólag az Arzenállal tárgyal, vagy legalábbis megtörtént a kapcsolatfelvétel. Aztán, mint tudtam kiderült, ez ilyen, ilyen, félig álhír volt, úgyhogy megnyugodtam, de az a durva, hogy jelenleg arzánosnak lenni azt jelenti, hogy még ezeket is valamennyire el tudod hinni, mert amíg annak idején Wenger legalább ezeket lepattintotta, és tudtad, hogy Benzemát úgy se veszi meg soha a büdös életbe, addig most érted, gyakorlatilag így épül egy ilyen kontés Chelsea tribute csapat, érted, ahol David Luiz, Willian, Diego Costa, várva, hogy Marcos Alonso jöjjön, meg én ki még onnan Aspilicueta, meg izé fabregas valahogy visszahozni. Még, még izé, Fabregas még jár egyébként, egyébként még nem, még nem járó kerettel, úgyhogy szerintem van remény. De egyébként ezt a Diego Costa ügyet olyan szempontból meg tudom érteni, hogy, hogy az Atletico meg akar válni tőle. Egy kicsit azt jutott eszembe, amikor annak idején a Chelsea is meg akart válni tőle, ott, ott az elég csúnyán összeveszett Antonio Contéval, érezni lehetett az, hogy ez egy ilyen egyfajta ego harc is. ugyanakkor meg benne volt az, hogy ő már nem feltétlenül illik úgy abban a rendszerbe, hogyha olyan munka bírással, meg olyan munkaetikával rendelkezik, mint ami a tanúsított az elmúlt években. És azért azt lehetett látni, hogy hogy szerintem egyébként Diego Costa rosszul öregszik ilyen szempontból. Tehát azok, akik pont, hogy beleteszik ezt a munkaterhelést, munka azok általában ki tudják nyújtani a, a karrierüket egy, egy jó 3-4-5-6 évvel. Lásd, mit én, Ibrahimovics, vagy, vagy Franciaországban Fonte még mindig, még mindig egy ilyen elit védőnek számít. De nézzük Céronádot, ugyanezek. És, és Diego Costa pedig jelenleg úgy beszélünk róla, mint a tényleg még ez a 13-14-es Diego Costa lenne az Atletico Madridból, amikor nem tudom, egy évvel út 27 volt. Miközben egyébként néztem a statjait most az Atletikónál, amióta visszatért az Atletikóhoz, nem volt olyan idénye, ahol 5 gólnál többet szerzett volna. Átlagosan ilyen 1000 és 1300 perceket tölt a pályán per szezon, per bajnokság, vagy a bajnokságban. Tehát alapból kevesebbet játszik, kevésbé eredményes, az advanced statjai is sem feltétlenül jobbak, tehát hogy szerintem egy ilyen teljes hanyatlásnak indult maga az ember, és nem, az, én azt csodálom, hogy most jutottak el oda, hogy egyáltalán azt mondják, hogy figyelj, nem biztos, hogy ő vele kellene tervezni hosszú távon. Legalábbis amikor Luis Suárez behozták, akkor én már úgy tekintettem rá, hogy valószínűleg ő lesz az ő alternatívája. Uh, úgy annak tudatában, hogy ugye az előző években, amikor megpróbálták Moratával együtt játszani, akkor a sosem működött, és simone lehetett tudni azt, hogy oké, okay, ő inkább Diego costa fogja favorizálni. Még akkor is, hogyha érted, a, a bűzlő hulláját kell betenni, akkor is őt fogja játszatni. És amikor már az volt, hogy Luis Suárez, akkor már nekem az volt az, az ilyen jel, intőjel, amikor azt tudod mondani, hogy oké, okay, Costa nem feltétlenül működött, Moratát eladtad, akkor akkor inkább hozzá be egy Suárez-t, aki még meg kellő élessége rendelkezik, hogy, hogy, a befejezésekben azért részt vegyen az atletikó játékában. Érdekes ez az, az egész, hogy már innen visszament a 12 13 13 14 szezonig. Ugye Simeon, számára Diego hozta egy olyan, olyan, játékos volt, aki, aki egy kicsit a, a pályán is az ő keze volt. Tehát ő ténylegesen meghatározó ember volt, nem csak a játékban, hanem a személyisége is rendkívül fontos volt. És azokban az időszakokban nagyon-nagyon jó az Atletico Madrid, és, és Costa is egészen más, kép, más játékos volt. És amikor átigazott a Chelsea-be, azt gondolom, hogy ott a bajnoki az 2016-ban volt, amikor a bajnoki címet nyert a Chelsea, ott az első évben nagyon jól játszott szerintem, nagyon szépen fejezte be a, a támadásokat. És utána történt ez a balhé, és ez a balhé, ez, ez teljesen tönkre vágta az ő karrierét, én azt gondolom. És utána a Chelsea-ből ugye el kellett menni, vissza kellett úgymond térni az Atletico Madridhoz, ahol viszont a riválisai mindig előtte voltak. Meg, meg egyre inkább, ahogy öregszik, sérülékenyé vált, lelassult nagyon, kvázi most már csak egy ilyen erőcsatárként lehet őt alkalmazni, ugyanakkor meg a, a, az egója, az megmaradt a 2013-as szinten amikor tényleg ő a wow, uh, 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 ő a frankó, és ez lehet, hogy az öltözőben viszont kijött. Hogy, hogy, hogy ő, hogy ő jelezte, vagy lehet, hogy tovább is az öltözőben olyan fontos karakter volt, akitől így, így előbb-utóbb meg kell szabadulni azért, mert hogy, mert hogy nem, hogy tolni fog előre a csapatot fölfelé, hanem húzni lefelé azzal, hogy ő egyáltalán ott van az öltözőben. Igen, és ha belegondolsz, hogy az, hogy az Atletico onnantól kezdve hogy ő elment uh, a Chelseahez, kikkel próbálkozott pótolni az ő hiányát. Ugye ott volt Manzukic uh, egy ideig, aztán már őt is elkezdték egy kicsit másfelé tologatni. Ott volt Fernando Torres, Kevin Gameiro, <laughs> <laughs> és aztán jött Morata. Uh, tehát, hogy nem, nem, feltétlenül talál, nem mondhatni azt, hogy megtalálták volna az utódját. És uh, amikor pedig ugye visszahozták, akkor el lehetett mondani azt, hogy, hogy összeborulás, és a régi idők szép emléke, és mit tudom én. De hogy valahol ezt be kellett látniuk, hogy ez a Diego Costa már nem az a Diego Costa. És, és valahol talán most jött egy ilyen ráébredés. Miközben egyébként ez az Atletico Madrid is elég érdekesen változik, vagy fejlődik az elmúlt hónapokban, meg években. Ugye Szabó Pittel a dupla szűrőben az egyik BL felvezetéskor, vagy BL mérkőzés felvezetésekor én örököltem az Atletikót, és érdekes volt látni, hogy koncentráltam a, nem tudom, három meccsüket, ahol azért látszott az, hogy hogy annak ellenére, hogy nagyon sokan még a mai napig úgy könyvelik el, hogy az atletikó ez a bunker foci, és rúgcsíp harap, és, és szimeóna, és mit tömint. tehát mintha tényleg a hat évvel ezelőtti csapatról beszélnénk, azért keretben is azért sokat fejlődött, és játékban is sokkal inkább pozitívabban, vagy sokkal inkább proaktívabban fogja meg a, a, a játékot, sokkal többet kezdeményeznek labdával, a 4-4-2 valamelyes megmaradt, mint védekezési forma, de most már inkább egy ilyen hibrid rendszert alkotnak, ahol keresztkot visszavonják a védelembe, és akkor egy ilyen 5-4-1-es felállásból, főleg a nagy csapatok ellen labda nélkül, 5-4-1-ből aztán átváltanak, és akkor vagy nagyon drós transitioneket visznek, vagy a kisebb csapatok ellen, akik előszeretettel adják át a labdát. Ellenük pedig azért átváltanak, és egy ilyen nagyon erős pozíciós játékot ö, próbálnak meg kivitelezni. Viszont ugye, amikor Tékó beteszed egy ilyen helyzetbe, ahol már felállt védelem ellen kell játszani, és megpróbálod körbepasszolni, és aztán ott van João Félix, meg Ángel Correa, meg, 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 Marcos Alonso, aki, vagy nem, Marcos, Marcos Lorente. Lorente, Marcos Lorente, igen, akik azért nagyon mobilak, nagyon sokat gályáznak, akár a szélekre, akár a középpályáról összekötve a, támadósort. Egy Diego Costa, ha oda sokkal kevesebb ideje, meg területe maradt, hogy érvényesüljön. És ahhoz, hogy ott, ott, valaki tényleg tudjon alkotni, ahhoz vagy egy, kell egy nagyon jó technika, vagy nagyon mobilnak kell lenni, vagy, vagy ke képesnek kell lenni nagyon gyors villanásokra. Amire most már szerintem egyikre se képes. És ilyenkor értékelődik fel akár egy Luis Suárez, aki azért még szintén öregedőben van, de még így is azért az elmozgásaival még így is azért ki tudja provokálni az ellenfelet, ki tudja húzni egy kicsit a védelmeket, és aztán a befejezésekben is sokkal jobb. És most ebből az atletico szerintem pont a befejezések azok, amik igazán hiányoznak, amit Diego Costa már nem tudott szállítani. Miközben ő meg pont, hogy inkább egy ilyen target man, amit egyébként említettél, hogy... Őt inkább ilyen kihozataloknál tudod használni, érvényesíteni, ahol azt mondod, hogy oké, okay, leköt egy belső védőt, kihúzódik, megtartja a labdát, a teljes csapat fel tud zárkózni. Igen, nem, csak az Atletico már nem így hozza ki a labdát, hanem most már sokkal magabiztosabban tudnak építkezni hátulról. Tehát innentől kezdve diego Costa-nak már nem feltétlenül találják meg úgy a helyét. Igazából Diego hozta azokon a mérkőzéseken lehetne így, mint alkalmas, mint például most volt a Real Madrid egy mérkőzés, ahol simán kikapott a, Real madrid az Atletico Madrid, mert hogy, mert hogy egész egyszerűen nem jutott el Suárez a labda, mert ő nem egy target man. És ugye, hogyha, ha visszagondoltok, nagyon sok, nagyon sok olyan mérkőzés volt, amikor az Atletico Madrid egyszerűen nem akarta kihozni a labdát, egyszerűen átrúgdosta rögtön a target mannek, aki vagy Morata, vagy Morata volt, vagy Diego hozta, és ő megtartotta a labdát, és onnan indultak a támadások. Nagyon, nagyon sokat változott egyébként az Atletico Madrid, ahogy említetted, de vissza lehet nézni a dupla szűrőt, tök szépen elmagyarázatok, hogy mi változott pontosan. És már nem ezt játsza, és ebben nem feltétlenül van meg az ő pozíciója. És hogy ránézzünk itt a versenynaptárra, hogy hány olyan mérkőzés lesz, ahol igazán alkalmas lehet így Diego costa játszatni, hát nem olyan sok van, amikor így azt látod, hogy hát inkább ő játsza, ne a Suarez, vagy ne a Jorrente, meg ne, a Zsóa Félix, mert itt ez a Diego costa Nagyon kevés ilyen van, ugyanakkor meg a fizetése, az meg ott van, a gazdasági válsággal együtt. Tehát lehet, hogy érdemes lemondani egy olyan játékosról, aki az egója, akinek a fizetése és a játéka is, ugye most már ilyen kérdéses ugye a csapatban, hogy akár távozzon ingyen, mert ezzel lehet, hogy még nyerek, mint, 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 mint hogy, mint buknék. Ilyen szempontból én, értem az Atletico Madridot. Csak itt az a kérdés, hogy Diego costa itt most kvázi vége van a karrierének, mert ha jönnek ilyen Arzenálos szálak, lehet, hogy még azt mondja, Premier League, hát az Arzenálban milyen jó, hát mi lennék, de, 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 gyanítom, hogy itt ennek, ennek kína lesz a vége, vagy valami nagyon-nagyon szépen fizető, hát mondjuk így ázsiai csapat. Benne van. a hasonló tippelek én is ugye, a végére. Mai harmadik témánk pedig az aranylabda. A témája, a témaköre, fogalma és egyébként jelentősége. Ugye ebben a szezonban Lewandowski nem kapta meg az aranylabdát, de nem azért, mert hogy nem érdemelte meg, meg nem azért, mert hogy nem őnek kellett volna kapni az aranylabdát, hanem azért, mert egész egyszerűen nem osztották ki a, az aranylabda díjat. Mi lehet az oka ennek? Tehát mindenki tudja, hogy, hogy ez igazából a franc Footballnak egy ilyen, egy presztízs dolga, ez, egy ilyen, ez egy, ilyen, egy ilyen, marketing tevékenység az aranyabda kiosztása, csak hogyha nincsen ott mögött a nagy parti, ahol lehet puszipajtásokat szerezni, meg kapcsolatokat építeni, meg ránk figyel az egész világ, akkor ahhoz képest odaadni egy -e ratyi labdát valakinek, hogy most amúgy is lewandowski mekkora a marketing értéke, hát Lengyelország biztos nagy, de amúgy világszinten mégis, mégis, csak, mégis, csak, kisebb, és ugye parti nélkül érdemes díjat kiosztani? Á, minek? Meg hát most így, akkor mi értelme, ha ah, nincs akkor a marketing bevétel, és a többi, és a többi. Amivel egyébként szerintem is szúrja magát egy kicsit a, a friends mindjárt folytatom tovább. Uh, igen, innen sok irányba el lehet indulni, mert ilyenkor felmerül az, hogy egyetem, kell ez az aranylabda, vagy te hogy viszonyulsz ez az aranylabdához? Te szereted egyébként? Igazából a, a, amikor, amikor ugye, ugye egy, so, éveken keresztül együtt volt a, 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 a FIFA diátadó össze volt, össze volt kötve, és akkor ugye meg lehetett nézni, hogy, hogy, hogy kik kire adtak szavazatokat le. És nagyon sokszor volt, hogy ezt megnéztem. És mikor megnézi az ember, hogy ki kire szavaz, akkor egy sokszor így fogja a fejét, hogy úristen, milyen érdekcsoportok döntenek itt ezeknek a díjatnak a kiosztásáról. És hogy, hogy, mivel az a baj, hogy, hogy a, hogy a a, a, az alapvető célképzése az volt, hogy ezek a sportúságírók, szakírók mondják meg, hogy ki volt az év legjobb játékosa. És ez szerintem helyel közel egy ideig tök jól működött, ugye az volt a, a kritérium igazából, csak európai játékos kaphatta meg nagyon-nagyon sokáig például. Ezért nem, volt, ezért nem volt például Pelé soha nem, nem volt arra mert hogy nem Európában játszott. Most csak egy példát mondtam. Szóval, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy, hogy amíg ez, azok, a, azok a díjak, amiket így Szakírók, vagy olyan olyan embereknek a véleménye alapján hoznak meg, amire így tényleg azt tudom mondani, hogy na igen, ez egy, ez egy érthető, jól megfogalmazott szakmai döntés, azokat én nagyon szeretem az ilyen díjkiosztókat. De amikor ilyen marketing irányba elmegyünk, meg lobbik irányába, meg, meg érdekeltségű körök irányába, azokat már nem nagyon szeretem. Na, én ezt utána meg tudom érteni. Én egyébként rühállam. <laughs> nem, nem, nem egyszerűen rosszul vagyok, amikor azzal jönnek, hogy Aranylabda, mert mit tudom én, kinek adnád, miért nem ő kapta? Nézé. És egész egyszerűen azért, mert annak ellenére, hogy nem szüntetném meg, de mégis engem valahogy annyira irritál az, hogy amikor arról beszélünk, hogy adott évben miért nem valaki, vagy miért valaki kapta az aranylabdát, akkor mindig arról beszélünk, hogy ja, mert a naptári év, mert mit tudom én, ugye naptári év alapján osztják ki a díjat, miközben általában mindig egy idény alapján szokás eldönteni az hogy ki milyen teljesítmény nyújtott meg ki mennyire volt hatással a saját csapata, vagy a nemzetének a, a, a válogatottjára. És amikor viszont az aranylabdáról úgy cakumpak beszélnek, akkor mindig arról azok a fajta ilyen, ilyen szövegek jönnek, hogy fú, de régen kapott védő, Cannavaro 2006, Lev Yashin, Bizet kapus, Met, tudom én, és akkor tudtad azt, hogy az, utol az első afrikai mikor kapta, milyen későn kapta meg, és és, tehát, és akkor hol beszélünk arról, érted, hogy ki mennyire kapta ki mennyire szolgált rá az adott díjra. Tehát, hogy valahogy mindig azt érzem, hogy amikor erről van szó, magáról, a trófáról beszélünk, nem feltétlenül az érdemről, vagy a teljesítményről. És ugye az, amit mondasz, az simán ott van, hogy van egyfajta ilyen lobby tevékenység, a játékosok a díjkiosztó előtti hetekben azok elkezdenek ilyen nagyon szépeket nyilatkozni, az ő edzőik elkezdenek nagyon szépeket nyilatkozni az adott játékosról, és ugye volt az a változtatás, hogy nagyon sokáig ugye, amíg aranylabda volt, addig ugye a szakújságírók döntöttek, összemörgyölték a FIFA évjátékos a díjjal, akkor ugye beemelték az újságírók mellé a szövetségi kapitányokat, meg a csapatkapitányokat, majd utána ezt visszacsinálták, és akkor most megint szakújságírók vannak. De amikor jönnek ezek a szavazatok, hogy, és akkor ez megint olyan, hogy, hogy minden évben ez a, előjönnek ezek a cikkek, hogy Láttad, hogy a sri lankai újságírója az öt Liverpooli játékosra izé szavazott? És hogy, hogy mit tudom, hogy volt egy, aki az Ellison Beckernek adta volna, meg mit tudom hogy volt a guatemalai, vagy a, a butáni mert nem is tudom már ki, aki, aki meg izé a, a, a Trent Alexander-Arnoldra szavazott annak idején, vagy a tavalyi évben. Tehát, hogy Gyakorlatilag a saját magukból csinálnak bohócot. Mert érted? Már arról szól, nem a díjról szól, hanem arról, hogy vannak ilyen arcok, akik így szavaznak, és igazából, mintha csak kb. így nem vennék komolyan az egész rendszert, hanem, hanem inkább egy ilyen népszerűségi versenyi válik az egész. És nem arról van szó, hogy tényleg ki volt a legjobb, hanem az, hogy ki nekem a kedvencem, meg ki az, akit én nagyon csípek, és akkor neki, neki adom le a szavazataimat. Miközben egyébként persze vannak ilyen tendenciák, hogy a Dél-Amerikában általában dél-amerikai játékosokra, Afrikában afrikai játékosokra, Ázsiában általában a legnagyobb Instagram követő <laughs> játékosra szavaznak. Tehát egész ez tehát hogy a, a, ilyen piaci elmozdulások vannak. És hogy, hogy emiatt aztán mindig, mindig felmerül bennem az, hogy, hogy mennyire van ez az egész rendszer így, így komolyan véve. Mert egyébként én azt gondolom, hogy valahol az embernek szerintem egy ilyen szükségszerűen jön az, hogy mindig úgy ítéljük meg, hogy ki a legjobb, vagy ki volt a. Mindig osszuk ki ezeket az MVP trófeákat. És hogy nehéz elképzelni az életet anélkül, mert valahol kell az, hogy ezt az egész tudást ezt valahogy így rendszerezzük, meg mindenkit az adott polcra helyezzünk. És az a beszélgetés, ami kialakul ilyenkor, az segít abban, hogy ezt a tudást valahogyan rendszerezzük, meg valahogy az értékelését uh, helyre tegyük. De ha már értékelés. Tök jó, ez volt Nem akartam ide kifuttatni, de tök jó, hogy most ez így felmerült. Tudod-e, Dávid, vagy bárki, aki néz minket, hogy az aranylabdát mi alapján osztják ki? Tehát, hogyha te vagy az, aki ki, vagy letelted a voksodat arra az öt játékosra, azt milyen kritériumok alapján fogod megtenni? Ha... Nem baj, ha nem tudod. Én nem tudom, hogy ki mi alapján dönti el. hogyha engem kérdeznének meg, én csak a teljesítményt nézném. Nem érdekelne, hogy a pályán kívül valaki szaralak, vagy jó fej, vagy milyen. Ö... Mondjuk milyen, milyen, olyan gesztusokat tett mondjuk akár a szegénység, akár az elfogadottság, akár a béke érdekében, tehát lehet, ha valaki a legnagyobb béke nagykövet, hogyha ha egy gólt rugott az egész azonban nálam, nem lenne, nem, nem szerepelne a listán. Ugyanakkor meg, hogyha valakit egyszerűen gyűlölök, de rosszul vagyok, ha csak meglátom a képét, de 30 meccsen 55 gólt lőtt, akkor egyértelműen rátenném a voksomat. Jogos. És azért kérdeztem, hogy most ilyen tudálékos gyökér legyek, csak hogy, csak hogy én már megnéztem, és létezik erre egy kritériumrendszer, aki, ahogy odaadják, és azt mondják, hogy figyelj, ez alapján ítéld meg. Mondom, három tényező van. Individual and collective performances during the year, tehát hogy egyéni és tapad, csapat teljesítmények, eredmények az adott évben. Utána player class, és akkor az talent and fair play, tehát hogy a játékos kategória vagy elegancia, szerintem ez inkább arról szól, hogy hogy kategória, tehetség és fair play, majd a harmadik, overall judgment of the player's career, tehát, hogy általános megítélése a játékos karrierjének. <laughs> Ez a, egyszerűen minden és semmi. Tehát, hogy ennyi erővel akkor érted, adhatnád minden évben, én adhatnám Robert Piresnek, érted, mert egyébként egy tök jó kategóriájú játékos, mindig elegáns volt, tehetséges és fair play is oké okay volt, meg, meg a karrierjár egyébként csodás. Most idén nem nyert semmit, mert nem játszik, de hogy egyébként adhatnám neki is. Egyébként nem adhatnám, mert ugye mindig van egy shortlist, ahol 30 játékos válogatnak ki. Ezt sem értem egyébként, hogy 30 miért. Vagy minek kell 30, amikor általában egy listára ránézel, akkor nagyjából, ha, ha látsz egy 30-as listát, mindig, mindig három, öt ember, akire azt mondod, hogy jó, valószínűleg ők lesznek ott a, dobogón, dobogon, és kész. Tehát a többi meg gyakorlatilag így elenyésző. Úgyhogy Valószínűleg ez, a, ez az egész labda zsűrizés, vagy ez, ez a zsűrizés is egyébként érdekes, mert sokszor ugye, amikor a, a legjobb kapusnak ítélik oda, akkor ugye kineveznek ilyen szakértői paneleket, és akkor így lesz az, hogy mondjuk, mit tudom én, a, a Schmechel apuci, az a ítéli oda a, a, a díjat, érted? És ott van még Igita, meg Guillermo Ochoa, érted, akik kb. azért jönnek oda, mert pont, hogy ronyrázás van, érted, örülnek, hogy ott lennek a partin, és hát a haverjuk azt mondja, hogy figyelj, akkor szerintem ő meg ő, lehet, hogy egyáltalán nem követik, érted? Attól, hogy Ocsó egy jó kapus volt, vagy Igit egy jó kapus volt, nem biztos, hogy az adott évben olyan szakmai szemmel, meg olyan alapossággal nézte ezeket a mérkőzéseket. Nem tudja úgy megítélni ezeket a kapusokat. És ezért van az, hogy akkor innentől lobbivá válik, tényleg ilyen, üzé, ki a legjobb kapus, hú, várja az elmúlt évekből, hát az elmúlt öt évet tekintve, és érted, innentől torzul az egész, nem feltétlenül egy ilyen világos kritériumrendszer van. Úgyhogy, ha, ha egy kicsit komolyabban lehetne venni ezt a díjat, akkor én biztos, hogy, hogy egyrészt szűkíteném azt, hogy, hogy mondjuk legyen mindig a végén csak öt játékos, akiből válog, lehessen válogatni, Ö, meg nem attári évet nézzünk. Tehát, hogy ez szerintem röhelyes, szerintem hogy még mi mindig decemberben dől el, miközben ott van a, a, a tavasz és általában ilyenkor decemberben is a legjobb ősz produkáló játékosnak a percepciója egy kicsit azért úgy torzítja ezt az egészet, hogy mi alakul. De várj, de, 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 hát ez egyértelműen azért dől el télen, mert télen kik fociznak, hát normális esetben csak az angolok hülyéskednek a Boxing day de hogy, de hogy nyáron ki tudsz te elrángatni egy ilyen óriási partira, gálára, a VB után, LB után, amikor mindenki a tengerparton van, érted? Tehát Ibizáról nem fognak odajönni a játékosok, Ah, menjünk, vegyük át a díjat, mekkora buli lesz itt. ott nem tudsz akkora feneket keríteni az egész dolognak, marketing szempontból nincs akkora buli. Egész egyszerűen ezért dől lesz szerintem naptári év alapján. És itt még valami van, ami szerintem borzasztóan devalválta az egész aranylabdának az értékét, ez pedig a, ez a Messi Ronaldo féle. Hát hívhatnám csatának, de igazából egy ilyen marketing buli. Ez is egyértelmű. És hogy, hogy nem tudom komolyan venni, mert hogy, mert hogy évek óta az volt a kérdés, hogy na hát akkor most akkor Messi vagy Ronaldo. Hiába volt abban az évben Iniesta ezt a legjobb. Hiába volt abban az évben mondjuk Robben borzasztó jó. Esélyük sem volt oda kerülni, mert hát vagy Messi, vagy Ronaldo. És akkor most odáig, odáig jutott ez az egész balhé, hogy, hogy, hogy most már ott tartottunk folyamatosan éveken keresztül, hogy de hát miért nem a Ronaldo? Hát miért nem a Messi, a Messi? Hát a Messi, hát a Messi, hát, ó, hát a Ronaldohoz képest a Messi. És akkor mindig erről, erről ment el, ami elvitte a sót, és számomra teljesen érdektelenné vált ez az aranylabda szavazás, de pont ezért, mert hogy mert hogy ezek mellett a kritériumok mellett, ezek mellett a dolgok mellett egyszerűen semmi szakmaiságot nem tapasztaltam ezeknek a diótnak a kiosztásában. De ugyanakkor meg tudod mit? Én, engem ez még kevésbé zavar, mert Elhiszem el, el, az, hogy unalmassá válik az, hogy mindig ugyanazokat a neveket látod. Az, hogy az elmúlt tíz évben csak kettő játékos között osztották szét. Jó, három. modric belevéved. De hogy az, hogy az, hogy két játékos kiemelkedik, az számomra nem feltétlenül egy akkora probléma. A gond az az, hogy pont, hogy akik leteszik ezeket a voksokat, nem ezt a kérdést teszik fel, hogy a három kritérium alapján, bizony, hogy ítéljen meg, hanem a többség valószínűleg csak annyit tesz fel magának a fejében, hogy ki a világ legjobb játékosa és akkor, és akkor nagyjából ennyi alapján eldöntik, érted? Miközben nem az van, hogy az adott évben egy kicsit nézzünk utána, bújjuk a statjait, nézzük meg, hogy, hogy, hogy teljesítettek önmagukhoz képest a csapatta, milyen hatása voltak. Egy csomó olyan mutató van, amit egyébként be lehetne emelni akár tudományos alapon. És ez, ez a kérdés, hogy amikor ez az egész 30-as lista kijön, ez hogy szokták ezt megállapítani? Simán lehetne egy ilyen tudományos megalapozottságú shortlistet keríteni, ami alapján akkor azt tudják mondani, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve meg, meg ez már tényleg egy ilyen popularity contest, ki a legjobb ezek közül, és kész. És akkor nem kell mögé tenni azt, hogy akkor három tényező, meg mit tudom én, meg karrier megítélés, mert onnantól kezdve az egész megbomlik. de az, hogy önmagában az a tény, hogy most két játékos között dől ez nekem annyira nem zavaró, inkább sokkal inkább az a mögöttes mechanizmus, ami, ami, ezt az egészet szülte, történetesen ez, hogy mindenki másképp teszi fel magában ezt az egész kérdést, emiatt aztán úgy beszélünk erről, mint hogyha egy ilyen oscar díj kiosztó lenne, ahol ilyen kreatív díjakat osztanánk ki, miközben meg a teljesítmény meg egy kicsit háttérbe szorul. Szerintem ez akkor lenne menthető, vagy számra akkor, lenne, akkor válna érdekessé újra az a hogyha ha nem a kapitányok, nem a csapatkapitányok, és nem is ilyen, ilyen jött-ment újságírók osztanák ki egyébként ezeket a, ezeket a díjakat, mert ugye megnézzük Magyarországról általában a nemzeti sporttól küldtek valakiket. Ha gondoljátok, nézzétek meg, hogy általában ki szavazott, meg azt is megnézhetitek, hogy hogyan szavazott, hát hagyd kivetni valót, valót maga mögött minden esetre. Tehát, hogyha mondjuk összegyűlne egy 30-40-50 fős szakmai stáb különböző országokból, ahol a kritérium az lenne, hogy te ténylegesen szakíró legyél. Szakíró, aki figyeli valóban a mérkőzéseket, aki figyeli az egész szezonban a játékosokat, és nem csak így elgondolkodik, hogy most a koronádó hány gólt rúgott, hanem ha ténylegesen az lenne, hogy akkor én figyelem a mérkőzéseket, és nem arról van szó, hogy egy olyan kapitány, aki hát így elsősorban a saját csapatai van elfoglalva, meg elsősorban az ellenfeleket nézi nem, nem nézi azt, hogy akkor hogyan fociznak a La Ligában, hogyha mondjuk egy, 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 nem, is, nem, nem, is, játszanak a játékosai a La Ligában. Most csak egy példát mondtam. Tehát, hogy akkor nem, fog, nem, fogja azokat a mérkőzéseket nézni, nem fogja azokat figyelni folyamatosan, és hogyha, hogy, hogy tényleges döntést tudzák tudjál hozni, ahhoz mindig figyelni kell ezeket a bajnokságokat, akinek tényleg erről szól az életük, a játékosok, meg, meg szimpátia alapján szavaztak nagyon-nagyon sokszor, ahogy említetted is. Tehát, ha lenne egy ilyen egy ilyen kárda, ahova be lehet kerülni, nemzetiségtől függetlenül csak valamilyen, valamilyen szakmai teljesítmény legyen mögötte, és aktív szakmai életet éljen, olyan szempontból, hogy publikáljon folyamatosan, jó minőségben, nagyon-nagyon fontos, és egy ilyen csapadul összeállna egy kárda, akik megszavaznák, nekem mindegy, 5-10 vagy 20 emberből, az nekem újra, újra izgalmas lehet tenni az egész átadó gálát. Ennyi volt mára és az évre is a hot topic. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, de nem csak a mai estér, hanem tényleg az egész évben visszatekintve. Nagyon örülök, hogy Krisztóf csatlakozott a csapathoz, nagyon örülök, hogy ti is szeretitek a munkáját, és amit kívánok nektek, hogy minden álmatot teljesüljön 2021-ben, és legyen sokkal jobb évetek, mint amilyen 2020-ban volt. Sziasztok, boldog új évet! A legjobbakat kívánom én is, találkozunk jövőre, addig is, sziasztok!